Halló, halló, sziasztok, szép estét minden magyarnak határon innen és túl, ez itt a Bitcoin hírek szaszával. Néha igazam van, néha tévedek, de mindig hozom a tényeket, hogy ti is alkothassatok saját véleményeket. Ne felejtjétek a lényeget, jót kell venni pirosban, euró, zöldet, magasba. Kezdjük is a Mester 3-assal, lájkoljátok, osszátok meg a videót, illetve iratkozzatok is fel a csatornára. Aki még újjának ajánlom, hogy olvass el a videók alatti leírás, nagyon sok hasznos információt fog találni benne, többek közt azt is, hogy kezdőknek, kripto, a befektetőknek, Bitcoin hírek, kereskedőknek, kriptofólió, Hungary. És akkor nézzük is egy kis bevezető. Jaj, jót tevettem ma. Geri volt a floridai gyárba. Jaj, azért nem tudok most haladni rendesen itt a fejlesztésekkel a floridai gyárba, mert a McDonald's már magasabb fizetést adnak, mint a cégnél ők az operátoroknak, hogy mondta a hárnak, valamit csinálni kell, mert már a Mekiben magasabb a fizetés, mint itt a multinacionális cégeknél az operátorok, akik dolgoznak a soron azoknak, úgyhogy jó, nem gyenge. Azt mondja, hogy nézzük tovább, világgazdasági és kripto hírek, az Euronews-on minden volt. Asszály Belgiumba, ott a úr régáltam már földeken, de az az egy műtrágya, talán a fehér gombócok, és akkor pont az a baj, hogy olyan asszály van, nincs víz, be se tudja még a műtrágyát sem mosni a földbe az eső, és akkor a lényeg, hogy... Az asszály duplán okoz problémát, mert ha nem terem meg a takarmány, nehézségekbe ütközik a gazdaság 250 tehenének és 600 kecskéjének ellátása. És akkor erre rákötve, ugye David Attenborough is mondta valamelyik videójában az utóbbi időben, hogy a föld területeket, ami a bolygón a föld területeket, amit felhasználunk, annak a 80%-a az állattenyésztés miatt kell, hogy legyen, mert az állatoknak termelünk takarmányt a 80%-án a mezőgazdasági területeknek. Úgyhogy ez nem gyenge, hogy ennyire ezért túlsúlyban van a sztori, és akkor kihat az egészre. Na jó, nézzük tovább, Moszkvának élelmiszerexport, az élelmiszerexport is fegyver, így is van. Moszkva csak akkor hajlandó feloldani a Fekete-tengeri ukrán kikötők blokkádját, ha a nyugat is visszavonja az Oroszországot sújtó szankciókat. Úgyhogy így állnak hozzá, és akkor itt a lényeg a második felében, hogy... Ha nem nyitják meg az Odessa körüli kikötőket, az nyílt hadüzenet a nemzetközi élelmiszerellátás ellen. Ez bizonytalanságot és tömeges elvándorlást fog okozni a szegényebb területeken, tette hozzá David Beasley. Az Egyesült Államok szerint Oroszország már az élelmiszerexportot is zsarolásra használja. Moszkva számára az étel is fegyver, ezt nem csak én mondom. Az orosz biztonsági tanács igazgató helyettese Dmitrij Medvegyev, aki korábban elnökként vezette az országot, azt mondta a mezőgazdasági termények kiviteléről. Idézem, ez a mi fegyverünk, idézet vége. Úgyhogy ennyi fegyvernek használják már ezt is az oroszok, és akkor csinálnak majd migránsokat belőle, ugye bármilyen elkezdenek tovább vándorolni, megint nyomják tovább a migránsokat Európába, ahogy már kezdték 15 óta is. És akkor Sri Lankán szinte már egy csepp benzin sincs, az emberek verekednek az élelmiszerért. Hát itt érdekességnek írta itt valaki, hogy igen, európai jövőkép, mondom, világszintű jövőkép az 50 évnyi fedezet nélküli pénzoktatás hatása, kicsi gyenge gazdaságú országokkal kezdődik. Összecsaptak a rendőrökkel az államfő lemondását követelő diákok Sri Lankán. A hatóságok csak vízágyúkkal és könyvgázzal tudták feloszlatni az elnöki palotánál összegyűlt tömeget. Már két hónapja tartanak a kormány ellenes tüntetések, miután a járvány félrekezelése és a korrupció miatt az árak az egekbe szöktek. Hiány lett szinte mindenből, és a szigetország a csőd szélére sodródott. Úgyhogy ilyenek vannak, sajnos. Nézzük a CNBC, mi minden volt. Ja, egyszer Covid, a CDC, a központi vírus kezelő hivatal, vírus, hát igen, víruskezelő, mindegy. Meg megelőzési hivatal, vírus megelőzési hivatal, azt javasolja, hogy a Pfizernek az emlékeztető oltásait, hogy oltsák már az 5 kötőjel 11 éves gyerekeket is mindenképp, hogy legyen pénze a Pfizernek, hiába van már az emberek vagy 60%-ában természetesen antitest a Covid ellen. Na akkor hozzák tovább, itt már CNBC-n is megemlítették a majom himlőt, vagy mi ez. És akkor ugye már tegnap elmondták már a Magyar Híradóban, hogy ez még a Shiba himlőnél is gyengébb, ez nem egy nagy vasszidasz. És ilyenekkel próbálnak rémizgetni, hogy duplájára nőtt az esetszám, duplájára már 20 eset van az Egyesült Királyságban. 20, majd ha 20 ezer lesz, akkor sípoljatok, atya úristen. Jó, nézzük tovább. Az USA gazdasága sehol, közelében sincs egy válságnak.
mondja valami közgazdász, de azt mondja, hogy 2023 az már más sztori. Jövőre már lehet, hogy tényleg beindul a válság. Előtte nőjünk már, előtte legyen már még egy szép nagy hullám, mielőtt beszakad az egész világpiac. Azt mondja, hogy Európai Központi Banktól azt mondják, hogy majd nyáron, majd talán ők is először emelnek kamatlábat, hogy megfékezzék az inflációt. Hát meglátjuk, nagyon nem akarják, Christine Lagarde nem akar, EU 2023-ig nem is akar kamatlábat emelni. Azt mondja, hogy jaj, a kereskedők sortolni akarják ezerrel az angol fontot, már sorakoznak fel, hogy itt van a már látó távolságban van a válság, úgyhogy mindjárt elkezdik sortolni a brit fontot, azt mondják. És akkor itt jönnek az egy Kínából mindenféle hírek. Azt mondja, hogy Kína csökkentette a kamat lábat, a Covid sújtott a gazdaságában. A jelzálog hiteleknek kamatlábat csökkentette, olcsóbbak lettek valamivel a jelzálog hitelek. Próbálják a szenvedő ingatlan piacot visszahozni, mert Kínában ugye ez a legnagyobb ingatlan piac. Úgyhogy oké, nézzük tovább, és akkor az ázsiai piacok nőttek is, vagy 2%-ot. A Goldman Sachs azt mondja, hogy kínai részvényeket vesznek, mert hogy itt a Covid enyhítések után, hogy vége már a Covid hidegháborúnak Kínával lassacskán, így akkor most meg fognak ugrani a kínai részvények, hát meg akkor úgy világszinten minden szerintem. És azt mondják, hogy a S&P 500 medve piac közelébe volt már, onnan pattant vissza, hát most megint jövegetnek vissza a tegnapi ár aljához, vagy a VIP. Hú, a több éves legalsó árhoz, majd megnézzük a piaci áttekintésbe, hol tartanak most. Azt mondják, hogy akkor hivatalosan, akkor mondják, hogy medve piac van a Wall Street-en, hogyha 52 hétre vissza, hát elmúlt egy évben a plafonhoz képest 20%-os csökkenés van, és most már 18%-os csökkenésben van az S&P a plafonhoz képest, úgyhogy még nem, de határeset pont itt pattok, hogy már mindjárt hivatalosan kimondják a medvepiacot, ha csak meg nem indul a világpiac az egész, de most Kína, hát ha visszahúzza az egészet, meglátjuk. Sok volt már az egész ebben a vonatban. Az európai tőzsdepiac az is megindult, oké, 1%-ot nőtt, itt Kína meg minden indult, és akkor valaki már azt mondja, hogy na most a piaci vihart az Apple-lel fogják kihajózni, vagy hogy most az Apple ugye már úgy beszakadt, hogy na akkor ők most Dan Ives azt mondja, hogy akkor ők most vesznek Apple-t, mert most olyan akciós, hogy akkor az majd vissza fog szépen nőni, pattanni az egész piaccal. Azt mondja, hogy és a végére átértük a kriptotérbe, azt mondják, hogy a Tether mögött már most már részlegesen nem csak USA kormány kötvények vannak, más kötvények is vannak. Itt a leosztás az ott nincs meg. Úgyhogy milyen százalékkal nőtt? Ez az már a Tether mögött, hát ha jól emlékszek, akkor 65%-ban van. USA dollár tényleg 1 dollárosok letéve mögé, hogy bárki ki akarja venni a pénzét, az 1 dollárt azt eladják a banknak, azt akkor tudják adni neki a pénzét, nem omlik úgy össze, mint a Terra Luna, mint az UST, a Lunának az UST-je. De mellette van még jobbra-balra maradék 35%-ban ilyen papírok, mindenféle pénzjellegű papírok, hogy államkötvények, meg stb. Meg ilyesmik vannak a Tether mögött. Jó, azt mondja, hogy milyen hírek jöttek, CNBC, milyen videók jöttek tegnap óta. Jó, hát az olyan messze van, hogy sok mindent hoztak. Tim Draper is azt mondja, hogy mindig bikamentalitással állok a Bitcoinhoz, mert véd az infláció ellen. Bitcoin 30 ezeren, FTX, jó, erről lesz külön cikk, hogy az FTX-en most már tőzsdei részvényeket is lehet kereskedni, nem csak kriptókat. Igen, ez ugyanaz a hír, ez meg nem CNBC is, és akkor mi itt még az úgy csók, ugyanez FTX, nulla díjjal ingyér lehet majd kereskedni rajta. Hát úgy ingyér, hogy nem kell fizetni tranzakciós díjat, amilyen veszi a tőzsdei részvényeket az ember rajta. Erről külön cikk lesz, úgyhogy ezt majd mondom ott. Azt mondja, hogy tovább Bélánál mi volt egyszer? Ja, ezt is mondják az Avalanche-nál, mert hogy a Luna ugyebár vett fedezetnek az UST mögé Avalanche-ot is, vagy 100 millió dollár értékbe, és mondják, hogy nehogy eladják, vagy mi lesz azzal, hogy nehogy be, itt hát jó, hát nem omlanattól össze az Avalanche, csak akkor ott is lenne egy korrekció, úgyhogy erről fognak majd egyeztetni. Három, igen, tovább, és akkor mindenki mondja már jobbról-balról, hogy jaj, összeomlott a Luna, úgyhogy gyertek hozzánk, gyertek hozzánk, gyertek hozzánk. Mondják a Binance-től, Binance okos hálózatától, a Solana-tól, a Near-től, a Phantom-tól, a Header-től, mindenki mondja, hogy menjenek hozzájuk. Akiknek az applikációik ott voltak a Terra Lunán, ez beomlott az egész a picsába, azok hozzák a többi blokkláncra, amik működnek rendesen. Jó, azt mondja, hogy elértünk a mai nap híreihez, a fő hír az ez lesz.
Jó. Egy ilyen lájtosabb, azt mondja, hogy röviden, tömören, Ciprus bevezeti a saját kripto törvényeit, amíg az EU a közösön szüttyög. Igen, még az EU kripto törvényei előre bevezet Ciprus a sajátjait. Igen, és akkor azt mondják, hogy ma azt mondhatjuk nektek, hogy Ciprus üdvözli a digitális és a kripto vagyontárgyak, hát kriptónak a digitális térnek a használatát, de még mindig nagyon óvatosanak kell lenniük, tisztelve azt, hogy azokat a törvényeket, amik jelenleg már életbe léptek, meg arra is figyelniük kell, óvatosnak kell lenni, mert egy csomó része még nincs szabályozva a kriptopiacnak, ugye úgy el vannak maradva a törvényhozók mindenhol. És akkor azt mondják, hogy a kihívás nem csak az, hogy az EU-val szinkronban legyenek, hanem az is, hogy várjanak-e az Európai Központi Bankra, amíg azokat szittyögnek a kriptotörvényeken, és lehet, hogy még túlszabályozzák is, meg is folytják majd a kriptoszektort itt az Európai Unió, vagy az Európai Központi Bank, hát mindegy az Unió a szabályaival. Úgyhogy ők addig is a saját szabályaikat meghozták, és akkor haladnak azokkal. Igen, és azt mondják, hogy jó, hogyha ők haladnak előre, és saját szabályikat meghozták Cipruson kriptókkal kapcsolatban, de közben tisztelik a többi törvényt is, majd figyelnek azokra is, hogyha esetleg utoléri őket majd valamikor az Európai Unió. Oké, Vietnám elindított egy blokklánc társaságot, hogy kutassák a kriptókat, és törvényi szabályozásokat javasoljanak az országban. Jó. Pakisztán 90 millió dollárt gyűjthetne be, hogyha 15% adót vet neki, de a kripto tranzakciókra, ez nem a sima adó, hanem a tranzakciókra, ez a szemetebb verzió. Erre az, hogy USA-ban meg Indiában próbálják ezt csinálni, hogy azok is, ők meg 30% adót vesznek ki a kripto kereskedelemre. Tehát nem az, amikor az forintot beküldi az ember a kriptotőzsdére, aztán amikor kiutalja vissza a bankba a forintját, és többet utal ki, mint amit betett, azután kell adózni, hanem bent a kriptotőzsdébe, hogyha én egy, tudom is, én egy szalonát lecserélek egy kanérára, vagy akár, vagy fordítva, tök mindegy, akkor még azért is próbálnak leszedni egyes országokba, itt USA, meg Indiában, meg most ezt próbálgatja még Pakisztán is. Azt mondják, hogy ők nem 30, ők mondjuk 15%-kal kezdenek. Jó, hát ez, akkor majd paktáljanak, ezt senki nem fogja írogatni magának. Akkor meg kérjék el az adatbázis, csak kriptotőzsdéktől számolják ki, hogy mi van. De ez amúgy, ez nagyon már túlszabályozás oldala szerintem. Azt mondja, hogy 12-18 hónap, egy másfél év is lehet, mire ezt eldönti majd a pakisztáni kormány. Mert az egyik ok emögött, hogy a törvényhozók, azoknak nincs egy kapacitása, meg képtelenek, idióták ahhoz, hogy hogy felülvizsgálják, meg szabályozzák itt a kriptoszektort. Ugye el van maradva mindenki, mint a borra való. Jó, panamai elnök szüttyög a kriptotörvény jóvá hagyásán, mert az ottó van megijedve, vagy pénzmosás, hát fogalma nincs arról, hogy a 99%-a a pénzmosásnak az papírpénzbe történik, mert az lekövethetetlen, nem úgy, mint a kriptó. Azt mondja, nem fogja hozzá jóvá hagyni a legfrissebb kriptotörvényeket, lehet, hogy egyes részeit jóvá fogja hagyni, de a többit azt leszavazza. És akkor azt mondja, hogy a válaszom jelenleg azok információk birtokába, amit én tudok, ami nem elég, így nem fogom aláírni a törvényt. Tehát hülye vagyok, nem akarok tanulni, nem tudok kb. Semmit az egészről, ezért nem írom alá a törvényt. És akkor az ügyvédei még mindig dolgozgattak, nézik át az anyagokat, hogy majd megmondják a főnöknek, hogy főnök, most akkor hanyas kell dobni a kockával. Hogy ha úgy döntésképtelen vagy, akkor majd valaki helyetted majd megcsinálja, de akkor minek vagy pozícióban, mindegy, ez már az én hozzátett dolgom, sokért láttam már mindenfelé multiknál, azt mondja hatoldó dobókocka igazgatókat, hogy pöf, legyen ez, többi nyolcan mondja, de hát ez nem jó, hát ez én meg azért nem, ja, akkor legyen az, így. Oké, azt mondja, hogy Panama a múlt évben bevezetett már kriptotörvényeket, amivel az a céljuk, hogy modernizálják az országot, és a már bevezetett kriptotörvényekbe
benne van, hogy átláthatóbbak legyenek az állami költekezések, ugyebár akkor soha ez gyönyörű, hát ez a vége az egésznek, hogy nem lesz korrupció, amint bevezetik a kormányok a kriptókat, azért nem merik bevezetni, azért húzzák évekig, hogy meghozzanak egy szaros törvényt is, mert a korrupcióból él az egész. És akkor... Igen, és hogy a blokkláncokra igen át kell vinni mindenféle adatot, meg nyilvános adatokat, meg ez az, az akkor utána nem lehet, majd minden átlátható lesz, meghamisíthatatlan, manipulálhatatlan. És egy másik fontos a jelenlegi kriptotörvényekben itt az országban, az azonosítás, ugye bárhogy személyi igazolványok. A blokkláncon ennyi, az a legfontosabb, ez lenne a nullpont. Hogy személyi igazolványok blokkláncon legyenek, egyszer kelljen bemenni a okmányirodába, amikor megnézik, hogy nem robot vagy, hanem ember vagy, csinálnak róla egy fotót, vagy akármi, felteszik a blokkláncra, késztessék. Itt a digitális személyét senki nem tudja módosítani, manipulálni, nem tudnak műszemélyét létrehozni, a fekete piacon meg semmi. Úgyhogy így tudna működni a rendszer. Csak hát a korrupció az azért még a sokkal jobban szeretik, mint a tiszta rendszert, úgyhogy ezért megyünk ki lassan. Azt mondja, hogy jaj, Gergesler azt mondja, hogy egy csomó kriptotoker össze fog oblani úgy, mint a Terra meg az UST, egy csomó, hát a csomó az egy csöppet túlzás, lehet, hogy egy pár stabil kriptós az, mely be fog borulni most, a 20 ezerből mondjuk bedől 50 vagy 100 vagy akármi, de nem arról van szó, hogy minden összedől. És akkor ami érdekesség inkább itt a végén, hogy ugyebár kritizálták nagyon, mert hogy ő a... Hogy hívják ma a behajtókat nyomja, hogy még több embert vesz fel, mert neki az a lényeg, hogy még több pénzt hajtson be az USA-nak, mert ő nem igazán foglalkozik azzal, hogy kriptotörvényeket hozzon, csak a csalóktól akarja beszedni magának a rengeteg pénzt a kormánynak, és akkor megduplázta a behajtóknak a számát az USA tőzsdefelügyeleténél, és szerdán meg azt mondta, hogy nincs elég erőforrás, elég kapacitása arra, hogy törvényeket, rendes normális törvényeket hozzon a kriptopiacra. Azt mondja, hogy nincs elég emberünk. És akkor ezzel kapcsolatban írja is neki Tom Emmer, USA képviselő, hogy az adófizetőknek a pénzét, amit odaadtunk az USA tőzsdefelügyeletének, azt te mind a behajtókra költötted, most meg azt mondod, hogy nincs pénzed arra, hogy elvégezd, ami valójában a munkád lenne, hogy törvényeket hozzá a kriptotérbe. És még több pénzt akarsz kérni a kongresszustól, ugye most csak viccelsz. Ott is vannak azért értelmes emberek, úgyhogy király. Jó, nézzük tovább. Azt mondja, hogy az FTX elindította a nulla, az ingyenes, hagyományos tőzsdei részvény, Wall Street részvény kereskedelmi platformját is. Az FTX US az Egyesült Államoknak csinált verziója, az Egyesült Államok lakóinak van ez egyelőre, tudnak rajta tőzsdei részvényeket, ETF-eket, minden egyebet venni, még csak beta verzióban van, és a... akkor fractional share trading is van, tehát hogy töredékek, ha valakinek nincs a Dow Jones-ra, nem tudom, most 32-33 000 valamennyi van, nincs 33 000 dollárja, hogy vegyen egy Dow Jones részvényt, akkor tud venni gondolom majd 30 dollárért is egy töredék Dow Jones részvényt, és akkor... igen, tőzsdei részvényeket biztosítik, az ETF-eket le, és lehet majd venni még stabil kriptóval is, mint az USDC, azzal is lehet majd venni, meg bankkártyával, meg minden egyébbel, és az FTX US-nek az elnöke Brett Harrison, mert hát a rendes FTX-nek világszinten szemben Bankman-Fried a vezérigazgatója, a USA ágának, annak Brett Harrison is azt mondja, hogy ezzel, hogy elindítják az FTX Stocks, az a neve az applikációnak, egy platformban mindent meg lehet találni, könnyen lehet kereskedni, kriptókkal, NFT-kkel, hagyományos tőzsdén részvényekkel, átlátható módon, minden egyéb egyszerű felhasználói felülete van. És a Robinhooddal versenyeznek, ugyebár a Robinhooden eddig hagyományos tőzsdei részvények voltak, és ők meghozzák a kriptókat. Az FTX-en meg eddig kriptók voltak, ők meghozzák a hagyományos tőzsdei részvényeket. És akkor... Még a Robinhoodba is vett már Sam Bankman-Fried 8%-os részesedést. És a Robinhood az hasonló, mert ott is ingyenes a kereskedés, mármint nem ingyen kapja a részvényeket az emberre, hogy nincs külön plusz felára a tranzakciós díja azért, mert vesz egy részvényt az ember, ugyanígy csinálják most akkor az FTX-en is. Jó, nézzük tovább. A MicroStrategy vezérigazgatója arra számít, hogy a Bitcoin mi több millió dollárra fog nőni, annak ellenére is, hogy most jobbár korrigál az egész kriptopiac, meg hát az egész világpiac. És akkor Michael Saylor úgy látja, hogy Bitcoin a jövő pénze, egyértelmű, és akkor hangsúlyozza, hogy mi hosszú távban gondolkozunk. A stratégiánk az, hogy vesszük a Bitcoint és tartjuk.
Szóval nincs semmilyen árcélunk, hogy majd itt vagy ott eladjuk, mert mi csak vesszük, meg tartjuk. Ezzel kapcsolatban vannak plusz infót, mert Michael Saylornek onnan indult ki az egész, hogy ezt meséltem már, hogy videókat néztem, nem tudom, egy éve, másfél éve is tőle, hogy ő azért mondta, hogy mert neki volt itt ez a cége, a Microsoft, és amit tudom is, én mondjuk termelt 5-7% nyereséget minden évben. És akkor ott mondta a befektetőnek, hogy jaj, ú, hát mi, hogy mézé, milyen jó pluszba termelünk, meg minden 5-7%-ot fektessetek be nálunk. Azt mondták nekik a befektetők, hogy hát te nem, hogy tudom is, 5%-ot vagy 7%-ot termelsz, hanem meglopsz engem 20%-kal, mert ha én a pénzemet az S&P 500-ba tenném, ami 27%-ot nő egy év alatt, a te céged meg csak 7%-ot, akkor 20%-ot ellopsz tőlem, miért neked adjam a pénzedet? Úgyhogy itt durrant el a Billy meg, hogy még a, vagy a, nem a Billy, hanem milyen hülyeséget mondok, már nincs ilyen kifejezés a szólásmondás a magyarban. Na mindegy, úgyhogy itt fült le az agya Michael Saylornek, mert meg ott, hogy ugyebár a műinflációt folyamatosan fenntartják, és még amit megtermel nyereséget, még azt is lenyelik a műinflációval, a kormány elveszi, úgyhogy azt mondta, hogy oké, itt jött rá, hogy bitcoin, jaj, hát ezt legalább nem tudják manipulálni. Akkor lépjünk már ki ebből a mocskos mókus kerékből kb. Jó, és akkor azt mondják, hogy ja igen, arra számít, hogy folyamatosan fogják a bitcoint venni, mindig a plafonon mindörökké. Hát szerencsétlenek. Most is folyamatosan 50 ezernél vettek, azt most csak 30 ezerre van mindegy, hát megyünk majd még fönte bőven. Azt mondja, hogy arra számít, hogy a bitcoin több millió dollárt fog érni, szóval nagyon türelmesek, és úgy gondolják, hogy ez a jövő pénze, ennyi, így van. És azt mondja, hogy a Terra Lunának UST-nek az összeomlása, az csak fel fogja gyorsítani a törvényeket, hogy törvényeket hozzanak, stabil kriptók meg a biztosítékos tokenok, tokenek terén, ami csak jó dolog lesz egész ipar számára. Én is ezt mondom, ennek... Max, hát azon kívül, jó, hát én mondjuk ezért nekem már régi 3-4 dolláron, 5 dolláron valahol itt vettem még tavaly náron a Lunát, meg azóta szeszegettem ki profitokat folyamatosan tavaly, úgyhogy én aztán nem vagyok mínuszba, csak hát lehetne még 1 billióval több, vagy másfél billióval több a kriptoportfóliumban, ha még létezne a Luna normálisan, meg 100 dolláron lenne, na mindegy. Úgyhogy azt mondja, hogy... Ja igen, tehát viszont ez az egy pozitívum, mert hát szörnyű az egész, amit történt a Lunával. Az egy pozitívum, hogy így akkor tényleg oda fognak figyelni, hát ha gyorsabban hoznak majd törvényeket kriptotérbe, az meg fogja tolni az árakat, mert akkor meg lesznek a szabályozások, lesz már hivatalos ETF, minden nagy tőkés, óriás cég nyugodtan fogja tolni bele a pénzeket, ha csak 1%-ot beletolnak, már akkor is 100 000 fölött leszünk. Úgyhogy ez csak jó hír. Na jó, nézzük tovább. Jaj, még Luna már rosszul vagyok a lunás hírektől. Itt mondják, amit már tegnap hozott le, Béla, meg én is bemutattam nektek, hogy fel akarta oszlatni a koreai Luna, vagy Terraform labzott napokkal az összeomlás előtt, mert a 80 millióval tartozik. Azt mondja, adót nem fizette be, és akkor negyedikén fel akarták oszlatni, mert 4-én, vagy 6-án, május 4-én, 6-án, ja 4-én akkor feloszlatta a koreai központjukat, május 6-án, meg a szöuli ágat is, és akkor május 9-én meg összeesett az egész Terra. Az UST elvesztett az 1 dolláros értékét. Ja, ez egy tök furcsa érdekesség, ezt tettem végül is itt ki második hírnek. Már esküvőt is tartottak a metaverzumban, még cég is lett belőle. Egy dubai pár a metaverzumba házasodott, az esküvői ruhákat az OpenSea NFT piacon vették. Hú, a 20 legközelebbi barátjuk is csatlakozott hozzá a metaverzumba, hogy ott ünnepeljék az esküvőt, és akkor még céget is hoztak létre, hogy virtuális esküvőket szervezzenek, és az övék az a tesztkör, egy ilyen próba, és akkor azzal tudják reklámozni, hogy ők már bizony a metaverzumba házasodtak össze. Hát szerintem nagyon furcsa, de ilyen irányba is halad a jövő. Azt mondja, hogy... Jaj, akinek NFT-je van, azok folytatják, egyre több hitelt vesznek fel az NFT-kre. Ugyebár egy részére megvárta, az mennyit ér egy adott NFT, annak a... Valamennyi részére, hát a felére vagy a negyedére azért nem hagyják az egészet, mert ha összesik a felére az ára, akkor mi lesz, nem lesz mögött a fedezet. De nem tudom, mennyire tippelek, hogy a felére, negyedére ilyesmire lehet hitelt felvenni az NFT-knek. Nem egy, azért ezzel irgalmatlan, óvatosan a hitelezésekkel. Egy pár platform, amit itt írnak, hogy hol lehet ilyet csinálni. NFTFI, az Arcade, a Nexo.io, a Drops, meg a FlowTY. Jó.
Ennyi volt ma a hírekben, nézzünk át, hogy tartja 36 a bitcoin, vagy nem, a hagyományos tőzsde egész jól indult itt, este húzta, meg napközben húzta, még ki nem nyitott a tőzsde, a futures részvények húzták a pluszt. Aztán mielőtt kezdtem a híradót, akkor meg visszajött kb. Nullára minden bitcoin, és ilyen 30 ezernél pattorászott, ippeg. Úgyhogy mindjárt megnézzük, piaci áttekintésbe jövök azzal, addig is, sziasztok!